kicsiket és nagyokat is várta vasárnap délelőtt a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Idén is színes programokkal és kézműves foglalkozásokkal készültek, hogy a gyerekek mellett a felnőttek is ünnepelhessenek ezen az alkalmon. Itt február 11-én Farsangi Játszóházzal várjuk a kedves gyerekeket és szülőket. Most 10 órakor a Bartina Gyermekfarsang produkciója következik majd, aztán 11 órától a Mesekocsi Színház zenés bohóc műsora következik, és mindez alatt pedig folyamatosan lehet kézműveskedni, állarcokat csinálni. Itt van velünk a Mentál Műhely, itt van velünk a Foltvarró Klub, és még sok önkéntes, akinél mindenféle szuper farsangi dolgot lehet csinálni, illetve meleg tával és fánk kóstolóval várjuk a családokat. Számos egyesület és szervezet biztosított programokat a gyerekeknek. Maszkészítés, varrás, csillámtetoválás és memóriajáték várta őket. És ezt a gyerekekkel meg tudjuk csinálni, úgyhogy ráteszik a kezüket, körülrajzolják, segítünk nekik, a szülők is segítenek, és akkor így elkészül a kis maskara. Hogy minél kevesebbet kelljen varni, mert sajnos se tűbe fűzni nem tudnak, sem pedig csomót kötni, úgyhogy ez sokkal egyszerűbb feladat, hogyha egy ilyen rajzos, kivágós dolgot választunk. Mindenki nagyon előre készült, a többi társam is. A gyerekek lelkesen vettek részt a különböző játékokon és foglalkozásokon. Készítettem egy nyakkendőt, színeztem, meg alkottam az asztaloknál. Csináltam egy maszkot, és még fogok valamit szerintem. Elég egy csomó dolog van itt, szerintem hát én valamelyiket még ki fogom próbálni. A Bartina Néptánc Egyesület két különleges farsangi produkcióját is megtekinthették a jelenlévők. A Bartina Töpörtjük és Aprók csoport egy western és egy boszorkányos kalózos témájú fellépéssel készült az alkalomra. A Mesekocsi Színház egy interaktív bohóc műsorral készült, ahol a varázslat is hatalmas szerepet kapott. Gyerekek és felnőttek együtt nevethettek a produkción. A produkció az egy nagyon érdekes előadás lesz. Lesz egy bohóc műsor része, illetve a bohóc végigkíséri az egész eseményt, és lesz velünk Dalma, a dalénekes, illetve én fogok majd varázsolni. Úgyhogy lesz egy kis nevetés, bohóckodás, éneklés, mozgás és varázslat. Utána búgi, utána forgál, lehetem tanulni.